Kósa Lajosban eltört valami. Az utóbbi időszakban bebizonyosodott talán végleg, hogy alkalmatlanná vált a debreceniek képviseletére, végképp elfáradt. Ezt megtapasztalhattuk az utóbbi időszakban akkor, mikor egy újságírói kérdésre, mely azt boncolgatta, hogy a választópolgárokat hogyan érinti a különböző megszavazott új adónemek, a következőt válaszolt, ezt most idézném. Inkább az áruk a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében, fémkupak esetében, amelyek termékdíjként jelentkeznek, és azok ilyen környezetvédelmi szempont, hogy a fémkupakoknak az ügyében fellépve próbáljuk meg ezt a szemetet csökkenteni, tehát egy sor olyan adóintézkedést fogadunk el, amely alapvetően nem érinti az emberek mindennapi életét. Szerintem hallható, hogy Kósa Lajosnak pihenőre van szüksége, viszont nem egy háromnapos luxusutazásra, hanem egy hosszabb, stresszmentes, politikamentes időszakban az életére. Elfogadhatatlanak tartjuk Kósa Lajos viselkedését. Miközben emberek tízezrei az utcán tüntetnek, és a kormány folyamatosan olyan megszorításokról dönt, amelyek negatívan befolyásolják az emberek életét, ő egy átlag magyar állampolgár éves fizetését költi el társaival együtt luxusútra. Felszólítjuk Kósa Lajost, hogy számoljon el új-zélandi utazásának minden költségével és annak fedezetével. Úgy gondolom, hogy mint adófizető állampolgárok megérdemeljük azt, hogy megtudjuk, mire költi, mint a mi pénzünkből fizetést kapó politikus ezt az összeget. Továbbá felszólítjuk Kósa Lajos, mivel úgy véljük, hogy alkalmatlan a képviselőségre, hogy mondjon le mandátumáról, és legyenek előrehozott választások, amit a debreceniek kapnak egy új esélyt, egy higgadt és felelős döntésre. Mi az Együtt részéről állunk ennek erébe, vállaljuk a megmérettetést. Az Együtt célja az, hogy egy új politikai generációt hozzunk létre, hiszen látható Kósa Lajos esetéből is, hogy a 20-25 éve politizáló generáció elfáradt, és nem képes olyan alternatívát nyújtani Magyarország számára, amelyre jó szívvel tudnak az emberek szavazni, és nem képes olyan jövőképet felmutatni, amely a fiatalok számára vállalható lenne. Illetve most, hogy szeretnénk fölmenni és átadni egy csomag fémkupakot Kósa Lajosnak, amennyiben itt tartózkodik, és megkérdezni, hogy mikor van fogadóórája, hiszen a debreceni állampolgároktól mi úgy értesültünk, hogy az utóbbi 10 évben nem nagyon tartott nyilvános fogadóórákat, amikor is kérdőle lehetne vonni. Ezt egy borítékban kívánjuk átadni erre a felejthetetlen alakításra, hiszen tényleg generációnk számára annyi mém alapanyagot termelt ki ezzel Kósa Lajos, amiért hálával tartozunk neki, úgy gondolom. Nem foglalkozunk a földcímben, mert úgy látszik, hogy nem tartózkodik, senki nem dolgozik a Fidesz irodában. Megkeresem a földcímben ezt az időt. Nézzük meg, mit csinál az állampárt mostanában. 10-től 12-ig pénteken, hát ingyenes jogi tanácsadás. Ó, hát már nem vagyunk egy időben. Hát zárva van, úgy látszik, a állampártunk nem szentel arra időt, hogy fogadja az embereket. Látszik, hogy nem tartják be az ígéretüket, hiszen pénteken 9 órától 13 óra 30-ig ügyfélfogadás lenne, de nem kíváncsiak az emberek véleményére, ezért még a saját maguk által hozott szabályokat sem tartják be. Sajnáljuk. Esetleg akkor postaládát. Hát akkor bedobjuk a postaládát, hát sajnos nem tudunk csinálni. Valami üzenet van mellé? De amire Kósa Lajos képviselő úrnak felejthetetlen alakításáért. Ez a hazmosan, most találjuk sincsen. Munkáltunk rá, hogy a napból sem nem tudom. Hát akkor ott hagyom az ajtó előtt szerintem, hogy csak itt sétálhatnak. De már milyen találkozom, hogy a postába, hogy ez legyen. Leteszem. Mi nem tudjuk átadni, ezért ezt itt hagyjuk nekik. Szeretettel.